A Marista Általános Iskola Szent László utcai épületénél néhány hete egy hatalmas szív van a kapura téve. Hogy ez milyen célt szolgál, arról Dánielné Kacsó Andrea igazgatóval beszélgettünk. Mint kiderült, Kopanek Dávid fémipari egyéni vállalkozótól és munkatársaitól, Tóth Jánostól kapta a fölajánlást az iskola. Már régóta gyűjtik a kupakokat a gyerekekkel, szülőkkel együtt, és beteg gyermeket támogatnak a befolyt összeggel. Most Olá Noel Csaba kisújszállási kisfiút támogatják. Nagyon örülünk ennek a piros szívnek, ami díszíti most az iskolánk ebédlője melletti kerítésrészt. Kopanek Dávid fémipari egyéni vállalkozótól és az ő közvetlen munkatársától, Tóth Jánostól kaptuk ezt a fölajánlást. Mi szerint tudják, hogy régóta mi gyűjtjük a kupakokat itt az iskola berkein belül a gyerekeinkkel, a szüleikkel együtt, és mindig nem ezt célra használjuk föl, beteg gyermekeket igyekszünk támogatni az ebből befolyt összeggel. Most ebben az esetben Olá Noel Csabát, a kisújszállási kisfiút támogatjuk, akiről a szoljon.hu is írt januári számában. Már most második éve próbálunk az ő folyamatos kezelésére a gyerekeinkkel együtt támogatást gyűjteni, és próbáljuk segíteni egy kis pénzadománnyal azt, hogy az ő egészsége esetleg még inkább tudjon épülni, és tudják a kezeléseket kifizetni, amelyekre szükségük van. Nagyon szorítunk neki, és imádkozunk érte, hogy felgyógyuljon a kisfiú. Nagyon megköszönjük tiszta szívből, hisz egy önzetlen felajánlás volt ez, hogy Kopanek Dávidék felajánlották. Teljes, tehát a felszereléstől kezdve a lefestésen át mindent ők végeztek a szív tekintetében, és most valóban ékünk és díszünk, és köszönjük azt is, hogy a városból is többen megkerestek bennünket, hogy akkor kinek gyűjtünk, szeretnének ők is gyűjteni, segíteni a kisfiúnak. Köszönjük a további támogatást és az eddigieket is, hisz eddig is többen a városból gyűjtötték nekünk. Szomszédok, ismerősök hozták a kupakokat és adták oda az osztályainknak, akik egymással versengve szedték a kupakokat otthon is össze, meg itt az iskolában is. Az iskola szociális bizottsága minden évben talál valami olyan kis mozgalmat, amivel adományozásra, segítségadásra, támasznyújtásra neveli a gyerekeket, akár az idősek otthonához látogatnak el, vagy valóban segítenek valakinek. Nálunk ez mindig kiemelt terület, van egy szociális bizottságunk, aki alapvetően minden évben talál valami olyan kis mozgalmat, amivel adományozásra, segítségadásra, támasznyújtásra neveli a gyerekeinket, akár az idősek otthon, otthonához látogatunk el, vagy valóban egészségében tudunk segíteni valakinek, támogatni őt. Volt olyan, hogy pénzadományt gyűjtöttek a gyerekek azért, hogy szerencsétlenül járt, nagyon nehéz helyzetbe került családon tudjanak segíteni. És olyan élménnyel és szeretettel gyűjtik, és hozzák a legkisebb pénzösszeget is a kis üvegbe, amit kirakunk ilyenkor, hogy igazán jól látni, hogy milyen jó szívvel fordulnak embertársaik felé. Most elmaradtak a jótékony vásárok, de ha lehet, majd pótolják. Itt a pedagógusok és a gyerekek együtt készülnek folyamatos kézműves tevékenységekkel, az adományokból is mindig visszaforgatnak a rászorulóknak, mert segíteni mindig jó.